A Neoton Familia volt a sztár vendége az Audi Hungária független szakszervezet családi napjának. Esti koncertjükön rengeteg ismert dal csendült fel, amit a közönség természetesen a zenekarral együtt énekel. Folyamatosan ez az érzésem, hogy amikor az ember a színpadon van, akkor ad valamit, kap valamit, tehát ilyen oda-vissza játék ez tulajdonképpen. A dalok azok valahogy velünk élnek, tehát velünk is, a közönséggel is, a rádió, a szülők például közvetítik ugye a régi idők dalait. Nekem ilyenkor az jut az eszembe, hogy annak idején jól dolgoztunk, mert azt akartuk elérni, hogy a mi zenénk az mindenkihez eljusson, fiatalokhoz, idősebbekhez, mindenkinek énekeljünk. A koncert előtti interjúknál Végvári Ádám egy japán sztorit is megosztott Sereg Zsuzsával. Egy nagyon híres rádiós csapat megbeszélésén voltam, és ott a következő hangzott, ezt szó szerint mondom. Gyerekek, a Neoton Familia, ha nem Magyarországra születik, akkor legalább akkor a sztárok, mint az ABBA. Nagy büszkén álltunk Neoton rajongók, hogy igen, ez így van. Nem tudom, te ezt hallottad-e egyáltalán, tehát hogy a zenei nyelviség, hogy az ember milyen nyelven énekel, mennyire határozhat meg egy karrier. Annak idején volt egy nemzetközi hírű menedzser Japánban, ugye amikor megnyertük a Yamaha Fesztivált 1983-ban, és csináltunk egy lemezt. És küldött, megvan nekem a távirat, egy táviratot, hogy amit most te mondtál, hogy itt ez a Neoton Familia, én most eladom őket Japánban, Dél-Koreában, a Szigetvilágban, Ausztrália, stb. És olyan sztárok lesznek, ha nem nagyobbak, mint az ABBA. És másnap beültünk egy étterembe, japán étterembe, ahol ugye a földön ültünk, a stábunkkal az 30-40 ember, ünnepeltünk valamit, és az egyik technikus hátra bekávézott, hátradőlt, és ledőlt ez, ugye ott ilyen papír falakkal volt elválasztva. És ledőlt, és az abba, és a stábja ült a másik. És ehhez még az hozzá tartozik, hogy nekünk az volt a pekünk, nem is mondom, hogy pek, meg baromi szerencsénk volt, hogy amit megcsináltunk, de ugye amikor ez a Yamaha Fesztivál, mikor megvolt, akkor azt mondta az egyik legnagyobb menedzser, menjünk át New Yorkba, mert a Phil Collinsnak van egy majdnem kész lemezanyaga, és azt vegyük föl. Éva és én. És azt mondták, hogy nem lehet, mert nincs vízumunk. Csepreg Éva a rajongóknak is üzent. Amikor ilyen elég sok minden veszélyeztetett helyzet van, akkor nyilván sokkal fontosabbnak tűnik a szeretet. Ugye ezek olyan elcsépelt szavak, de ugyanakkor meg most már szerintem mindenki kapizsgálja, hogy ez az egyetlen igazi erőnk van, hogy tényleg szeretetben összekovácsolódjunk. Azt szoktam mondani így a koncertek végén, hogy azért kell hallgatni a Neoton Familia dalait, mert az egész élet benne lakik ebben az életműben. Úgyhogy nekem ez az üzenetem a kedves rajongók és érdeklődők felé.